2015. október 17-én átadták a Hunyadi utca felújított szakaszát Kistarcsán. Az állami támogatásból megvalósított beruházásnak köszönhetően jelentősen javult a város közlekedése, hiszen így már nem csak a hév alatti szűk átjáró felől közelíthető meg a hármas számú főút. A helyreállított útszakasz átadó ünnepségén Solymosi Sándor, Kistarcsaváros polgármestere beszélt a fejlesztés fontosságáról. Ez egy nagyon nagy probléma volt, mielőtt ilyen lett, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ezt létre tudtuk hozni. Azt gondolom, hogy ritkán adódik egy önkormányzat életében, legalábbis a mi nagyságrendünkben, hogy több mint 100 millió forint értékben tudunk egy nagyon komoly műszaki paraméterekkel létrehozott és elég hosszú útszakaszt megépíteni. Ennek az útszakasznak nagyon nagy a jelentősége, hiszen a Hévsinektől erre eső település résznek igyekszünk segítséget nyújtani abban, hogy ne a szűk hév alatti átjárón jussanak fel a hármas főútra, hanem most már az OSAN által kialakított felüljáróra kulturáltan és normálisan be lehet majd csatlakozni a közlekedésbe. Az itt lakók, sőt a nem itt lakók is ezt azt gondolom, hogy pontosan tudják. Solymosi Sándor hangsúlyozta, az önkormányzat további tervei között szerepel a Hunyadi utca mellett fekvő Simándi-liget bekötő útjainak rendbehozása is. A források szűkössége miatt azonban a gyakorlatban ez hosszabb folyamatot jelent majd. Hogyha elnézünk az itt látható bekötő útra és az összes többire, amelyik csatlakozik itt a Simándi-ligetben a Hunyadi úthoz, azokról az utakról még nem tudjuk elmondani, hogy le lennének aszfaltozva és spormentesítve lennének. Ennek egyetlen egy akadálya van, a pénz, semmi más, hiszen az akarat meg lenne bennünk, amennyiben az önkormányzat mindenkori költségvetése lehetővé tenné, hogy ezeket az utcákat gyorsan és hatékonyan meg tudjuk építeni. Sajnos, miután az elmúlt időszakban nincsenek már pályázati pénzek belterületi utak építésére, ezért ezeknek az utaknak a megépítése várhatóan hosszú idő alatt fog végbe menni és fokozatosan, de nem teszünk le róla. Tehát nyilvánvaló, hogy ez nem túl egészséges látvány, hogy itt vagyunk egy gyönyörű 21. századi korszerű nagy teherbírású út mellett, és a bekötő utak pedig olyan állapotban vannak, amilyenben látjuk őket. Szemán Gergely, a városrész önkormányzati képviselője kiemelte, a Hunyadi utca további rendezésére faültetési programot kezdeményeztek a Simándi-liget lakóközösségével és az utcai megbízottakkal. Az azt jelenti, hogy körülbelül 22 fa elültetésére van lehetőségünk a Huszka Mihály és a Simándi József utca közötti szakaszon. Meggyőződésem, hogy ezen városrész arculatát nagyban meghatározza a fő utcája, ezért is kezdeményeztem ezt a faültetési programot, és ezért is kértem a lakóközösség támogatását és összefogását. Valamint úgy gondolom, hogy minden egyes ilyen közös program egy közösségi élményt is nyújt, talán még jobban össze tudja kovácsolni a még amúgy gyerekcipőben járó közösséget. 2014. decemberében Kistarcsaváros önkormányzata feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében részesült 120 millió forint állami támogatásban. Ennek az összegnek jelentős részét fordították a Hunyadi utca korszerűsítésére. Ifjabb Juhász István Kistarcsaváros alpolgármestere az átadó rendezvényen elmondta, bár a közútfejlesztésre nehéz támogatást találni, a város vezetése a továbbiakban is igyekszik majd megteremteni az utak rendbetételéhez szükséges forrásokat. Különösen nehéz erre forrást találni, hiszen sajnos 2020-ig úgy tűnik, hogy továbbra is Budapesttel egy régióban leszünk, és így sajnos ide a Közép-Magyarország régióba útpályázatot nem írnak ki. Aztán utána reméljük, hogy ez a helyzet a hírek alapján változni fog, és 2020-tól külön válunk pályázatok terén a fővárostól. De addig is nem adtuk fel, és nem is adhattuk fel. A problémáinkkal megkerestük a kormányt és a különböző tisztségviselőket, és Vécsei László országgyűlési képviselőnek a közreműködésével meghallgató fülekre sikerült találnunk,
és egy külön támogatásként a kormánytól megkaptuk az útra a pénzt, amit köszönöm szépen nekik, és bízom benne, hogy a jövőben ez a útépítés évről évre tovább tud folytatódni, és további támogatásokban fogunk részesülni addig, amíg nem tudunk az Európai Uniónál utakra pályázni. Az új útszakasz kiépítése augusztus 24-én kezdődött el. Az első ütemben az út melletti szikkasztómezők kialakítására, majd az utak alatti közművek, átereszek, aknák építésére került sor. Ezt követte az útalap és szegélyépítés, majd a munka két rétegű aszfaltozással zárult. A burkolatba a gyorshajtás megakadályozása érdekében fekvőrendőröket építettek be. Ezen kívül a lakosság kérésére a kórház hév megállójánál parkolásra alkalmas területet is létrehoztak. A munkák teljes kivitelezése körülbelül másfél hónapot igényelt. Október 17-én a rendhagyó átadó eseményen a helyreállított útszakasz teherbírását a gyermekek legnagyobb örömére egy hatalmas Monster Truck tesztelte, melyet ezután kicsik és nagyok közelebbről is megtekinthettek a felújított Hunyadi utcában. Shine.